Sziasztok! Kell egy kis kiszabadulás a műhelyből, mivel hosszabbak a nappalok, és így már lehetőség nyílik a kertbe egy kicsit ténykedni. Tehát ebben a kertben is, ahol én lakom, ez a nagyszülői családi ház, és hát itt is vannak olyan dolgok, amik szerintem érdekesek lehetnek számotokra. Amit először itt mutatok nektek, a Hárda Lóritól kaptam egy Verhovinát, ez egy tuningolt Verho, egy más motorral. Hát ezen még nagyon kell küzdeni, hogy ez elinduljon, nem lehetetlen számunkra. Van itt egy lölcsös szekér, egy első generációs lölcsös szekér, 4 új kerékkel. Ez hibátlan állapotú Verdal egyébként. Előtte van itt egy első generációs kis Polski, okmányai mind megvannak. Ez nagyon jó állapotban van egyébként, a nap egy kicsit megszívta, de a belseje hibátlan, nem volt még törvesen rúzva, egy kis polír van. Előtte van itt egy 1302-es bogár, motor nélkül, úgy kompletten megvan a belseje. Tovább menve, itt van egy Dacia, aminek van egyébként törzskönyve, hát egy kicsit itt van, de bepróbálom kiszabadítani, egy kicsit jó sorsra érdemes. Ez a Merci, az nem az enyém, viszont itt van egy korai autóbusz, egy orrhűtős Icarus, amit itt elkezdtem itt már vágni kifelé, és itt találtam itt egy utánfutót is, utánfutó mögött pedig van egy barkasz. A barkasz előtt van egy 450-es csepel, úgy gondoltam, ezt a dolgot megörökítem nektek, itt bejövök, itt egy kicsit szétnézek, itt elszabadítom, és ezt a barkaszt is, ez egy korai első szériás barkasz, a barkasz mögött pedig virágzik egy billenő platós 450-es csepel. Hát akkor egy kicsit itt ette ezeket a járműveket, de úgy gondolom, hogy ha valaki értelmes összeget ajánl érte, akkor elgondolkozunk rajta, mielőtt kiszabadítjuk, mert akkor itt hát nem igazán szeretném, itt pusztuljon meg az igazság. De itt egy kicsit közelebb menve a csepelhez. Faszomba, de sok szarba. Hát egyébként megvan, a okmánya is megvannak egyébként. Be is indítottuk a motorját egyébként régen. Tehát a lökhárítóból már kivirágzott egy fa, és úgy gondolom, ezt a dolgokat egy kicsit itt felszabadítom, mert hát tehát nem itt kéne nekik itt végezniük. És hát én sem bírok mindent az életbe, viszont van szép látványa, madárcsicsergés, közben pedig megnézzük itt ezeket a szép fehér virágokat, mellette pihenő 450-es billencs csepellel. A csepel mögött van még ott egy Icarus, de ott még tovább kell vágni a fát, hogy meg tudjam nektek mutatni. Egyébként egy korai 31-es Icarusról beszélünk. Ez az orrhűtős Icarus, ez már még a AKD előtt került ide. Egyébként kompletten van, eredeti 5-ös váltóval, gyári szívó motorral és faágakkal együtt van. És most egy kicsit itt romtalanítom, mert itt már a kicsit a platót itt megfeszítette ez az ág, és úgy gondolom, hogy ebből fogunk csinálni majd egy az ágakból megfelelő babgulyást. Oh,
Meg a láncot is lerúgtam róla. Hát ez, majd folytatjuk. Hát a stélem ledobta a láncot. Hát, na, mert friss vágás, de folytatjuk a hadműveletet, úgyhogy hamarosan jelentkezem, lassan besötétedik, egy kicsit kikapcsolódtam, úgyhogy folytatjuk a farost, a farosnál pedig a légtartályokat, rögzítési ilyen padot, bilincsek meg vannak, azt pozícionálom be, viszont az az érdekes neki, hogy a tartályok között ott van a sebességváltozó, a kulisszája, tehát ott a milliméterek, tehát ott a helyén kell lenni, és közben még itt meditáltam ebben az ősösvényben, addig a légtartályoknak a elhelyezését gondolkoztam, és most csinálom a gyakorlati képzést a busz alatt. Sziasztok!